Az első indítás előtt mindenképpen ajánlott az akkumulátor töltöttségét megnézni. Ugye hónapokig állt az autó, motor, a technika, és ilyenkor illik egy töltést adni az akkumulátornak. Következő lépésben ajánlott a gumiállapotok ellenőrzése, üzemanyag szint, üzemanyag állapota. Ugye az elmúlt időszakban igen sok fejfájást okozott az autósoknak, benzinnel üzemelő motorosoknak, hogy romlik a benzin, és ezáltal érdemes megnézni a több hónappal előtte tankolt üzemanyagot, hogy milyen állapotban van a tankba, hiszen sajnos előfordulhat, hogy idézőben megromlott és nem megfelelő az üzemanyag, tehát erre is érdemes odafigyelni. Ezért ajánlott a téli pihenő előtt friss üzemanyagot tölteni a tartályba, lehetőleg olyat, amelyikben kevés az úgynevezett növényi adalék. Fontos ellenőrizni a láncot is, hogy az kellően feszes legyen, és ne legyen benne korrodált, vagyis rozsdás szám. Ahogy az autóknál, a motoroknál sem elhanyagolható a fékolaj és a különböző szűrőberendezések ellenőrzése, esetleg cseréje. A motorolaj megfelelő szint jelzése a gyártó által minimum és maximum közé kell, hogy essen. Jó tudni egy motorosnak, hogy mikor volt utoljára az olajcsere, esedékese ideje cserélni az olajat, megfelelő gyári minőségű olajat cserélni. Utántöltéssel csak a megfelelő, ami benne volt, azzal töltjük utána. Nagyon fontos a szűrőknek az állapota, ez legyen az olajszűrő, a levegőszűrőnek az állapota. Levegőszűrőt érdemes kivenni, kitisztítani ugye az elmúlt időszak alatt, de akinek kicsit úgy szívügye a motor, az már megcsinálta az ősszel, mikor lerakta. A világító berendezések megfelelő működése is a biztonságos közlekedés segíti. Az irányjelző esetében például azt is ellenőrizni kell, hogy a percenkénti ütemszám 90 és 120 között legyen, vagyis másodpercenként 1-2 villanást kell látnunk. Ha mindent rendben találtunk a motoron, akkor sem érdemes az első napsugár hatására európai turnéra indulni. Mindenképpen az első motorozásnál vegyük figyelembe azt, hogy hónapok óta nem ültünk motoron. Mindenképpen figyeljük azt a úgymond kihagyást és a rutintalanságot a több hónapos kihagyás után nem úgy fogunk ülni a motoron, nem úgy fog menni a motor, olyan, mintha nem is a mi motorunk lenne. Tehát ezeket tessék szépen fokozatosság elvét betartva, időszakosan, délutáni, esti, melegebb időben. Ezt válaszol meg, úgyhogy szépen rázódjunk vissza a motorozásba. A tapasztalatok szerint évről évre jobban odafigyelnek a motorosok ezekre a szabályokra, de még mindig van konfliktus az autósok és a motorosok között. A legtöbb esetben a sebesség nem megfelelő megválasztása okoz problémát. Gondoljunk arra, hogy egyes motortípusok 3-4 másodperc alatt 100-on vannak. Most ezt tessék kedves beszorozni azzal, hogy lakott területen 50, az azt jelenti, hogy 1-2 másodperc alatt a semmiből ott van egy motoros, aki nem tartja be a sebességet, természetesen most erre gondoltam, de ha csak egy 50-es tempót veszünk, akkor is az a motoros, aki előtte a tükörben nem volt ott, de főleg ha az autós nem használja a tükröt és nem használja úgymond a holtér benézését, akkor bizony sajnos előfordulhat, hogy az a tér, amiben előtte nem volt ott semmi, az azok 1-2-3 másodperc egy motoros fel fog bukkani, hiszen az 50 km-es sebességet 2 másodperc alatt eléri. És ez csak a lakott területen belüli sebességre vonatkozik. Ettől sokkal ijesztőbb és balesetveszélyesebb lehet a lakott területen kívüli utakon, például Tokaj felé, ahol előfordul, hogy a motorosok nem tartják be a 90 km/h sebességhatárt, és esetenként akár 120-150 km/h-val is közlekednek.